Egy lépés, egy méter nekem, 56 millió Mészáros Lőrincnek. Ennyibe kerül egy méter vasúti pálya megépítése, ha ezt Mészáros Lőrinc cége építi. Itt vagyunk a Kelenföldi pályaudvarnál. Innen indul az a 6 kilométeres vasúti szakasz, amelyet 10-szeres áron 338 milliárd forintért akar fejleszteni a kormány. A közbeszerzés természetesen Mészáros Lőrinc cége nyerte, amely a munkát a vállalkozóknak szervezte ki, de ezek többsége szintén Mészáros Lőrincé. Ez a vasúti szakasz a Kelenföldi és a Ferencvárosi pályaudvart köti össze a déli körvasút részeként. És a szakértők szerint 30-50 milliárd forintnál nem kerülhetne többe. Ráadásul a Duna feletti összeköttetés nem is ennek a beruházásnak a része. Tehát a déli vasúti híd folyamatban lévő felújítása nincs is benne az árban. Ennyi pénzből tehát 340 milliárd forintból épült Bécsben az új főpályaudvar, ahol 50 hektáron 100 kilométernyi új vasúti sínt fettettek le, de építettek még garázst és buszpályaudvart is. Nálunk azonban ennyi pénz csak 6 kilométernyi vasúti fejlesztésre és két felszíni megállóra elég. Ez akkora lopás, hogy ez még a fideszes mércével is megdöbbentő pofátlanság. Ha egy kilométerre bontjuk le, a Mészáros féle vasút drágább, mint a francia szupervasút, a TGV, vagy a Svédország Malmöjében épült vasúti alagút. Pedig ott háromszor többet keresnek az építőipari munkások, mint Magyarországon. De nem kell ilyen messzire mennünk. A Mészáros féle vasútépítésnek csak a túlárazásából meg lehetne építeni a 4-es metró összes meg nem épült szakaszát. Így a metró eljuthatna Zuglóban a Bosnyák térig, majd Újpalotáig, sőt déli irányban Budaörség is. És az újbudaiak is jobban járnának, ha teljes értékű lenne a 4-es metró. Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal semmisítse meg ezt a közbeszerzést. Egyetlen fillérre se fizetessenek többet a magyar adófizetőkkel, mint amennyibe a 6 kilométeres vasútfejlesztés valóban kerül. Az így megmaradó 300 milliárd forintot adja oda a 4-es metró befejezésére, hiszen az valóban sok zuglói, újpalotai és agglomerációs utas közlekedését könnyítené meg. A zuglóiaknak és a budapestieknek és minden magyarnak elege van a lopásból, éppen ezért jövő tavasszal leváltjuk ezt a velei korrupt rezsimet.